Na, sziasztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóban. Srácok, ha valamit többször mondok, azért bocsánat, de nagyon összeszeretlen volt az egész videó, és hirtelen ötlet. A mai videó most az egyszer nem egy különleges videó, de amúgy de az. Igen, így még nem kezdtem videót, hogy azt tudom igazából miről fogok beszélni, mert őszintén bevallom, az utolsó videómat nem tudom ki látta, B-Turbóról volt szó. A mai videó kicsit összeszedetlen lesz, tehát nincs előre most megírva a script, ezért biztos több lesz a vágás is. Nem tudom ki látta az előző videómat, mert ezt a videót csak úgy fogod érteni, hogyha láttad az előzőt. Mondjuk azt eljutott sok emberhez, most tart valami 3000 megtekintésnél, viszont amiért elkészült ez a videó, az a kommentek és a like arány. Nem azért, mert amúgy hogy ha jól látjátok, jelenleg most körülbelül 100 like, 100 dislike-on van, majdnem, hogy átlépi a dislike a like arány, amit igazából lesz. Az engem amúgy nagyon nem érdekel, hogy mi a like arány. Mert vannak emberek, akik csak azért feliratkoznak, hogy tudják diszlájkolni a videót, de ez akkor nem érdekel minket. Na tehát ma B-Turbóról fogunk beszélni. Pontosabban arról, hogy pár ember nem értette az előző videómat egyébként. Ha nem láttátok azt a videót, akkor mindenféleképpen nézzétek meg, ide berakom az i betűhöz, csak mert nem a promó miatt mondom most, hanem tényleg, hogyha nem láttátok azt, akkor nem fogjátok érteni, miről beszélek. Oké, a szarjuk le igazából a diszlájkot. Gondolom, hogy ez a 100 is csak azért van, mert már a fele ember azért nyomott rá, hogy látta, hogy sok van, akkor legyen még több, de ez nem érdekes. Az már durvább, hogy kommentbe, biztos most is nekem fogtok esni rengetegen, nyugodtan lehet nyomni a dislike-ot, nyugodtan kommenteljetek, tisztelt ezt az egészet. Sok ember nagyon félreértette azt, amit mondtam, mert elvileg, hogy én leszóltam B-turbót, meg stb. Miközben nagyon nem. Elmondtam, hogy B-turbó, tehát elemeztük B-turbom, mivel rontott el. Azt nagyon megkaptam kommentbe, hogy ez nem így volt. Köszönöm szépen azoknak, akik kioktattak, hogy amikor mondtam, hogy B-turbó azzal rontott el, hogy elmondta ezt az egészet, ott arra gondoltam, hogy ugye a mosógépem émelik őt, és ő azt mondta el, hogy mosógépet vett helyette. És én ezt az egészet azért mondtam, hogy nem kellett volna elmondania, és ezt az egészet én arra mondtam, hogy nem kellett volna elmondania, hogy mosógépet vett, nem azt, hogy nem fizette ki a grafikust, mert én is tudom, hogy nem a B-turbó miatt derült ki, de az, hogy mosógépet vett, azt ő mondta. Na, tehát én azt is szóval nem mondtam, hogy B-turbó rossz videós lenne, vagy streamer, nem tudom pontosan már minek számít ő, de ezt nem mondtam. Nem tudom, páran lehet nem tudják elemezni a címet, de ez egy elemzés volt, hogy mi történt. Na tehát tisztázzuk, én nem azt mondtam, hogy B-turbó lenne a rossz. Ki volt elemezve a dolog? Na szóval köszönöm szépen azokat a csodás kommenteket, akik kioktattak. Én nem védtem azokat se, akik mémelik, se a B-turbót, semmi bajom, semmivel, nyugalom. Ez egy kis rövidebb bejelentkezés, nem azt mondtam, mondom még egyszer, hogy B-turbó mondta el az egészet. Az volt a baj, hogy a mosógéphez sztorit mondta el, hogy ezzel próbálta megvédeni magát, és ezért mémelik, és most ki van akadva, hogy miért mémelik. Az se szép, hogy B-turbót Bré-turónak hívják, de ezzel jár. Tehát, srácok, ezt engem nem érdekel, hogy mennyi a like arány, az se, hogy kommentben nyugodtan szíthatok, de az már durva, hogy megosztottam Facebookon, igazából megosztottam egy ilyen YouTube-os csoportban, és konkrétan nekem esnek az emberek, hogy az ilyen youtuberek felkapott embereken akarnak felmászni. Tehát ezek az emberek nincsenek képben, hogy vannak olyan csatornák, amik adott dolgot elemeznek. Na, tehát nektek az a bajotok, hogy nem azt mondtam el, amit szerettetek volna hallani. Tömören, én itt a mosógépre gondoltam, ő elmondta a nézőinek, hogy mosógépet vett. Nem arra gondoltam, hogy ő mondta el a grafikus dolgot, mert én is tudom, hogy a grafikus nyilatkozott cikknek, ezt nem tudom pontosan. Köszönöm szépen a figyelmet, igazából ebben a videóban csak ennyit szerettem volna tisztázni, hogy megértsétek páran, hogy nem ellene vagyok, nem is védem itt a mémes gyártókat, de valljuk be, hogy ezek a tények, kész. Remélem így már értető, hogyha elején nem nézted meg, akkor nézd meg most, hogy miről beszéltem. Köszönöm szépen a figyelmet, nem tudom, iratkozzatok fel, hogyha gondoljátok. Ennyi, találkozunk a következő videóban.